10 előadást nézett végig a háromtagú zsűri az idei találkozón. Ágoston Pribilla Valéria egy rövid kihagyás után most 10. alkalommal bírálta a társulatokat. Az elmúlt hét valóban a csoda jegyében zajlott. Nagyon jó volt találkozni a régi társulatokkal, régi ismerősökkel, nagyon jó volt új arcokat látni a színpadon, nagyon jó volt megtapasztalni, hogy mennyire élő a színjátszók munkája, mennyire komolyan veszik. A két fődíj egyikét, a Bamba Robert díjat, a legjobb új formákat kereső előadásért a palicsi színjátszó Grund vihette haza. Ők először vettek részt a találkozón. Mi a József Attilánkat hoztuk el a Tiszta Szívvel, ami hát azért kezdtük el csinálni, mert van az Arnold Ildi kolléganőmet, a tanárnőm, akivel együtt csináljuk a palicsi színjátszó Grundot. Vele van egy ilyen megegyezésünk, hogy a gyerekeket minden éve próbáljuk valamiféleképpen nem csak egy előadást csinálni velük, hanem az általános műveltségeket, az irodalmi kis ablakokat kitárogatni, hogy egyre többet tudjanak meg a világról. A Pataki László díjat a találkozó legjobb hagyományos keretek között megvalósított előadásáért a Temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület kapta egy kortárs dráma színreviteléért. Idén Rókus Zoltán Tyúk létrájával mutatkoztak be. Azonnal beleszerettem. Olyasmiről ír, amit mi ismerünk, amit mi nap mint nap megélünk. És hát elsősorban csoportban gondolkodom. Tehát nem szeretnék kihagyni senkit se, és ez a darab alkalmas volt arra, ez egy sok szereplős darab, tehát jut mindenkinek. A Szajániak idén nem jelentek meg előadással, de házigazdaként az egy hét előadásait végignézve azt mondták, jövőre ők is neveznek.